Szeretettel köszöntöm Önöket, akik itt az ünnepkörben az egészség.hu-ra látogattak. Itt az év végén mindenki számot vet azzal, hogy mit is tudott az év során teljesíteni, és az új évben sokszor fogadalmat is teszünk, hogy mit csinálunk máshogy, és ennek kapcsán hadd kérjem Önöket majd egy fogadalomtételre. Én a magam részéről ugye rengeteg mindent szabályoztunk. A nem dohányzók védelmében nem lehet zárt térben dohányozni, a tranzsírt kivettük az élelmiszerekből, a népegészségügyi termékadóval megjelöltük azokat a termékeket, amiből illik kevesebbet vagy csak módjával fogyasztani, és én magam minden évben kötelezőnek tartottam magamra, hogy valamilyen életmódváltást én is végigvezetek, ha már elvárom másoktól is, hogy az egészségükért többet tegyenek. Az én egyik fogadalmam az volt, hogy nem eszem semmiféle tranzsíros édességet, pedig ezeket a csokis nápolyikat én fogyasztottam korábban, most ezt teljességgel száműztem. Ebben az évben átszoktam a kisebb zsírtartalmú tejre, és jövőre pedig az eddigi legnehezebbet fogom megtenni, én rengeteg sót eszem, úgyhogy ezt radikálisan fogom csökkenteni legalább a felére. És kíváncsi lennék, hogy Önök milyen fogadalmat tesznek. Van, aki évek óta nem volt emlőszűrésem. Van, aki dohányzik, van, aki alkoholt iszik, valaki túl sokat vagy túl egészségtelent eszik. Úgyhogy arra szeretném rábeszélni Önöket, hogy az új évben minden egyéb fogadalmuk mellett legyen egy az egészségükkel összefüggő fogadalmuk is. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok mindannyiuknak!